Nézzük, hogyan töltjük meg a hemmetölcsért hemmával. Összegyűjtünk a kis kanalunkra olyan sok pasztát, amennyit csak tudunk. Fölemeljük a tölcsért és beleengedjük. Megpróbáljuk pont a közepébe ejteni a pasztát. Lehetőleg úgy, hogy ne kenje össze oldalt a tölcsért, kicsikét tömörítjük. És jöhet még egy adag, de óvatosan, nehogy több menjen bele, mint a tölcsér magasságának a fele. Annyi elég. Tömörítjük, így is lehet, meg úgy is, hogy összefogjuk itt a felső nyílását, összeszorítjuk, és lefelé nyomjuk a pasztát. A levegőt is kinyomjuk így belőle fölül. Fölül is, meg alul is ki tud jönni, illetve a kicsit túltöltött henna is ilyenkor kijön. És most leragasztjuk celluxal. Itt fönt annyira, hogy ne tudjon kijönni a henna, tehát ennek meg az a feltétele, hogy a cellux simán érkezzen meg a papírra, és mindenhol tudjon tapadni, tehát ne legyen alatt a hennás felület, mert a henna olajtartalma miatt nem tudna megragadni a cellux ezen a jó kis tölcsér alapanyagon. Amikor meg vagyunk ezzel a ragasztással, akkor egy centinként előrehajtjuk a maradék papírt, és lesimítjuk, rányomjuk a celluxot. Megismételjük addig, amíg azt nem érezzük, hogy elértük a hennát. Mert ha elértük, akkor az utolsó hajtást most már nem előre magunk felé, hanem hátrafelé hajtjuk. Fölemeljük a tölcsért. És egy ilyen jó kis ördögfület formázunk, ördögfejet, mint ahogy origamiban hajtogatunk ördögöt. Lenyomjuk ezt a kis háromszöget, és nagyon erősen ráragasztjuk. És akkor még egy adag cellux kell a másik fülhöz. Ezt is hozzányomjuk. És így érjük el, hogy ilyen nagyon jó, tömör, könnyen használható, nem túl hosszú, nem túl kövér henna tölcsérünk legyen. Ha volt rajta lyuk, akkor már jön is belőle a henna, ha meg nem, akkor vágjunk ki.